Helyi alapanyagokból saját kézzel készített termékek tárháza mutatkozott be a Hiltéren. A minőségi cikkeket a vármegyei közfoglalkoztatásban résztvevők készítették. A közfoglalkoztatási kiállítást immár 9. alkalommal hirdette meg a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal. A közfoglalkoztatás sokkal több, mint egy foglalkoztatási forma, mondta az esemény megnyitóján a vármegye főispánja. A közfoglalkoztatás ma már minőségi munkavégzés, és minőségi munkát és minőségi eredményeket, termékeket készít. És ez mutatja azt is, hogy egyre többen rövid időt töltenek a közfoglalkoztatásban, és mennek az elsődleges munkaerőpiacra, mennek ott, mérik meg magukat, és azt gondolom, hogy ez egy jó irány a későbbiekben. Az elmúlt években tapasztalható világválságok sora még nem ért véget, ami a nemzetgazdaságra, illetve a munkaerőpiacra is jelentős hatást gyakorol. A közfoglalkoztatás azonban a 2018-as válság idején már bizonyította, hogy kiváló opciót jelenthet a munkát keresők számára. Emelte ki a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási stratégiai és koordinációs főosztályának vezetője. 2016-ban közel 224 ezer fő vett részt éves átlagban a közfoglalkoztatásban. Ma a közfoglalkoztatásban résztvevők létszáma közel 70 ezer fő, de szükség esetén úgy gondolom, hogy a kormányzat biztosítani fogja a forrást ennél magasabb létszám közfoglalkoztatásához is. Továbbra sem lehet cél a segélyezés, így munkát és munkával szerzett jövedelmet kíván biztosítani a kormány mindazoknak, akik hosszabb, rövidebb időre kiesnek a nyílt munkaerőpiacról. És akik a közfoglalkoztatásba kerülnek, bizony nem tétlenkednek. Ezek a rendezvények is bizonyítják, hogy rengeteg olyan példaértékű közfoglalkoztatási program zajlik a kis településeken, amelyet érdemes megmutatni a nagy közönségnek. A közmunkának közösségteremtő ereje van, hangsúlyozta Szolnok polgármestere. Közösségben vagyok, és olyan emberekkel vagyok együtt, akikkel meg tudom osztani az élet örömeit, bajait, problémáit. És biztos vagyok abban, hogy a foglalkoztatásnak egyik legkomolyabb része az ez, hogy tudja azt az az ember, aki egy közösségben dolgozik, hogy reggel föl kell kelni, pontosan oda kell érni a munkába. A munkámat végezzem rendesen úgy, hogy a mellettem lévő is büszke legyen rám. A közfoglalkoztatási program 2025-ben is folytatódik az országban.